Április elejétől virágba borultak Nyíregyháza közterületei, a Hősök terén tavaszi színkavalkád és gondozott pázsit fogadta a járókelőket. A megyeszékhelyen 4 millió négyzetméternyi a park és a közterület, ebből 2 millió négyzetméter az intenzív fenntartású. A 2000 négyzetméternyi virágágyásokat minden évben nagy gondossággal tervezik meg. A város üzemeltető cég fontosnak tartja, hogy a közterületeket változatos és esztétikus növények díszítsék. A tavasz első virágai az egyedülállóan hosszú virágzású idejű tulipánok, amelyek egy hónapig is pompáznak. A Nyír-VV Kft. Munkatársai jelenleg a tavaszi nagytakarítást, a parkosítást, valamint a növénypótlásokat végzik város szerte. Utóbbira évente 7 millió forintot fordít a társaság. Erre több okból is szükség van. Egyrészt a téli időjárás, ami az elmúlt évben volt a rendkívüli nagy hideg, megtizedelte növényállományunkat. Parkjainkban pótoljuk az elpusztult cserjéket és fákat, illetve nem utolsó sorban nem feledkezhetünk meg a fakivágások során keletkező zöldfelületi hiányokról. Folyamatosan gondoskodnunk kell, hogy Nyíregyháza zöldfelületei ne csökkenjenek, hanem nőjenek. Így a kivágott fák helyére minden esetben új fák kerülnek, cserjék, bokrok, évelők, ahol éppen a terület hangulata, illetve a többi növény ezeket meghatározza. Május végén az egynyári növények ültetésével folytatják a város szépítő munkát, 8,5 millió forint értékben, közel 52 ezer darab növény díszíti majd a közterületeket. Ezzel újabb formák és hangulatok jelennek meg a parkokban, de fontosnak tartják a város színeinek megjelenítését is. A városüzemeltető cég lehetőségeit persze behatárolja, hogy figyelemmel kell lenniük az időjárási körülményekre, a közművekre, a közlekedés biztonságra és a fenntarthatóságra is. Így miközben törekszenek a zöld felületek változatos kialakítására, a parkosításnál a várostűrő növényfajok kerülnek előtérbe.